Köszönöm szépen! Június 23-án tartotta soros ülését Jászárokszállás képviselőtestülete. A napirendek előtti interpelláció szakaszban ismét szóba került a Malom utcai, életveszélyessé nyilvánított ingatlanokban lakó családok helyzete. A hatósági határozat szerint a családoknak júliusban ki kell költöznie a szükséglakásokból. Milyen lehetőségeket tudna az önkormányzat, mivel szociálisan érzékeny önkormányzatról beszélünk, ami azt jelenti, hogy részemre legalábbis, hogy az emberek oldalát, illetve a lakók oldalát tartja mindenképpen szem előtt. Így úgy gondolom, ebben az ügyben is lehetőséget kellene, illetve kellene egy olyan kompromisszumot találni, ami mind a két félnek, most vegyük a lakókat, illetve az önkormányzatot egyik félnek, közös nevezőt tudna jutni. A Róma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének felvetését követően a testületi ülésen hosszas polémia alakult ki az ügyben. Az egyértelművé vált, hogy irreálisan magas költséget vonna maga után az ingatlanok felújítása, amit az önkormányzat nem kíván felvállalni. Illetve a város szolgálati bérlakásainak kiutalása a rendeletben meghatározottak szerint szükséglakás céljára nem kivitelezhető. Ezzel együtt megegyezés született arról, hogy közösen próbálnak megfelelő albérletet keresni az érintett családoknak. A polgármester úr soron kívül biztosította számomra a lehetőséget, hogy szóljak önökhöz. A július 3-ai időközi választás előtt tartott utolsó testületi ülésen Pócs János országgyűlési képviselő is szót kért a napirendek előtt. De arra szeretnék ígéretet tenni, hogy a Jászárokszállási embereknek a bölcs döntését tiszteletben tartva én a mindenköri önkormányzattal, a mindenköri városvezetőkkel, ahogy eddig, vagy ha lehet, akkor még szorosabb együttműködésben Jászárokszállás benne minden lakos, minden vállalkozó javára együttműködést fogok garantálni. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy folytatják a Pusztamonostól Jászárokszállás közötti, valamint a Jászdózsai út még hiányzó szakaszának felújítását. Ugyanakkor kiemelt fejlesztésként kezelik a Jászárokszállási iskola bővítését és a Jászberényi egymi fejlesztését. A sportcsarnokkal kapcsolatban van egy olyan friss információ, Pap Franciszkónál voltam, és elmondta, hogy megszületett a döntés, megvan a kivitelező, augusztusban alapozás elindul, és jövő év március-áprilisra birtokba vehető a sportcsarnok. A polgármester bejelentette, hogy kiválasztották a sportegyesület beruházásában TAO támogatással megvalósuló új sportcsarnok kivitelezőjét. A várhatóan augusztusban induló fejlesztés kiegészítéseként városi beruházásban parkolók épülnek a sportpályánál. Jászárokszállás önkormányzata 2021. évi munkatervében célként jelölte meg Jászárokszállás város idősügyi politikájának kialakítását, illetve a helyi idősek helyzetének elemzését és idősek tanácsának létrehozását. Az önkormányzat minden lényeges kérdésben érintett korosztálynak tekinti és tekintette a múltban is ezt a korosztályt, és a jövőben az ifjúsági tanács mintájára, az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság javaslatára szeretnénk felállítani az idősek tanácsát. A képviselőtestület egyhangú szavazattal hozta létre az idősek tanácsát, amely már idén szeptembertől megkezdi tevékenységét. Emellett a városban születendő gyermekekkel kapcsolatban is hoztak egyöntetű határozatot. Része a Jászárokszállási újszülött gyermekek faültetési programjára, illetve annak önkormányzati megvalósítására tesz javaslatot. Ezzel tulajdonképpen egy szép hagyományt szeretnénk önkormányzati keretek között életre hívni, ugyanis régen, ha egy családba gyermek született, akkor szokás volt ennek tiszteletére fát ültetni, és ezt szeretnénk most önkormányzati keretek között megvalósítani. Képviselők támogatták az elképzelést, így a városban ezután évről évre egy fát ültetnek az adott évben született gyermekek tiszteletére az egykori lengyel tónál. Határozat született emellett, hogy felmérik egy energiafa ültetvény létrehozásának lehetőségét, és feltérképezik a szükséges pályázati támogatások körét is. A képviselők döntöttek arról, hogy koncepciót készítetnek a városi parkok megújításának alternatíváiról. 100%-os pályázati támogatással épül közel 265 millió forint értékben új közút a Torba dűlőn várhatóan még ebben az évben. Az ülésen jóvá hagyták a kivitelezésre kiírt pályázat nyertesét, a munkát a Kolasz ZRT végezheti el. Szintén eredményes volt a mintegy 123 millió forintos állami támogatással épülő parkolók és járdák kivitelezésére kiírt pályázat. Az építőmunkát a Reaszfalt Kft. Végezheti el. Nézőink a képviselőtestületi ülésről készült közvetítésünk felvételét rövidesen elérhetik televíziónk honlapján, illetve YouTube csatornánkon.